Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Működik a városi önkéntes program Szekszárdon, már megjelentek az első csalók is. Csalók használják ki a félelmet, fertőtlenítő takarítást ígérnek, majd kifosztják az áldozataikat. Önkéntesek kerestetnek, az idősek ellátásáról gondoskodnak Bátaszéken. Védik a lakóikat, sorra hozzák meg rendkívüli döntéseiket a kis települések. Első körben 100 millió forintot átcsoportosította a koronavírus elleni védekezésre Ács Rezső polgármester Szekszárd költségvetésében. Már működik a városi önkéntes program, befutottak az első jelentkezések, és létrehoztak 9 akciócsoportot. Közben pedig megjelentek az első csalók is. Megmozdultak a szekszárdiak a bajban, sokkal többen segítenének, mint ahányan igénybe vennék eddig a lehetőséget, de ez csak az első fél nap tapasztalata. Csütörtök reggel óta él a telefonszám és az e-mail cím, ahol a programba lehet jelentkezni. Már 16 segítőt regisztrált az önkormányzat, akik elmennének postára bevásárolni vagy gyógyszert kiváltani az otthonaikban maradó időseknek, vagy azoknak is, akik karanténban vannak. Az 70 évesek fölött pedig eddig 6-an kértek szolgáltatást, vagy segítségnyújtást tulajdonképpen. Ennek a folyamányok, én tegnapi nap még nem tudtam biztosan beszámolni arról, hogy a postával milyen megállapodásra jutunk. Természetesen velük is tárgyalunk, és az első lépésben azt tudtuk elérni, hogy a központi postaépületben, a központi kasszánál, ott egy ablak csak ilyen célra lesz majd megnyitva. Naponta két időpontot meg kell adnunk, hogy mikor mennek a segítők, és akkor számukra ezt kinyitják, és nem csak csekket lehet befizetni, hanem a leveleket is fel lehet adni. Már megjelentek az első csalók is, akik szeretnék kihasználni a védtelen rászorulók helyzetét. Az önkormányzat a programban résztvevőknek igazolványt állít ki. Aki ilyennel nem rendelkezik, azzal nem érdemes szóba állni, beengedni pedig az önkormányzati segítőt sem kell, mert a lehető legkisebbre kell szorítani a személyes érintkezést. Például az ajtó elé ki lehet rakni a pénzt, és be lehet venni az árut. A hivatal 9 munkacsoportot is létrehozott, ezek közül a legfontosabb most a kommunikációs és koordinációs. A televízión, rádión és a szekszárdi vasárnapon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a szekszárdiakat az eseményekről. Hála Istennek még egyelőre inkább egy ilyen felkészülési időszakban vagyunk, és az a csoport koordinálja az összes több 8-nak a munkáját. Külön csoport szerveződött az idősek ellátására, a karanténban lévők ellátására, van a logisztikai, oktatási, nevelési, közrendvédelmi és közlekedési munkacsoport, de például pénzügyi is. A polgármester első körben 100 millió forintot átcsoportosított a költségvetésben a védekezés kiadásaira. Amennyiben ez a keret elfogy, akkor értelemszerűen újabb összegeket fogunk átcsoportosítani, hiszen későbbiekben majd ezt meg fogjuk kapni állami támogatásként. Nekünk az a dolgunk, hogy megelőlegezzük ezeket az akciókat. A következő időszakban a város plakátokon is népszerűsíti majd az önkéntes programot, hogy minél többekhez elérjen a lehetőség. Ács Rezső most is azt kérte, hogy aki teheti, maradjon otthon, különösen az idős emberek. Csalók használják ki Tolna megyében a koronavírustól való félelmet. Idős emberekhez csöngetnek be, akiknek azt mondják, pénzért fertőtlenítik a lakásukat. A munka során aztán kifosztják őket, erre figyelmeztet a rendőrség. Közben az egyenruhások folyamatosan ellenőrzik a boltok és a patikák környezetét. Folyamatosan járőröznek a rendőrök a patikák és a boltok környékén Tolna megyében. Kedd óta a patikákon, az élelmiszer és dohányüzleteken kívül más bolt és a szórakozó helyek sem lehetnek nyitva. A rendőröknek ezért a polgárőrökkel együtt folyamatosan ellenőrizniük kell az ilyen helyek környékét. Hosszú sorok várakoznak a gyógyszertárak és a nyitva lévő boltok előtt. A legtöbb helyen már korlátozták, hogy egyszerre hányan lehetnek az eladótérben. Ezért a rendőröknek ezeknél a helyeknél is figyelniük kell arra, hogy a lassabban haladó ügyintézés ideje alatt nyugalomban várakozzanak az emberek. Veszélyhelyzetben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársa is fokozott rendőri jelenlétet tartanak azokon a helyeken, ahol ez szükséges. Ebben a munkában nagy segítségünkre van a polgárőrség, akik szintén nagy létszámban vesznek részt a boltok környékének ellenőrzésében, illetve abban, hogy a közrendet, illetve a közbiztonságot ezután is fent tudjuk tartani. Közben csalók kezdtek visszaélni a koronavírus miatti félelemmel, a jelenség már Tolna megyében is megjelent. Tolna megyében is előfordult olyan eset, amikor valakit felhívtak azzal, hogy a lakását kifertőtlenítik,
nyilván ezért jó pénzt szerettek volna az elkövetők. Ezzel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmét arra mindenkinek, különösen az idős személyeknek, hogy senkinek se telefonon, se személyesen ne adjanak lehetőséget arra, hogy ingatlanaikat megközelítsék. A koronavírus miatt március 11-én szerdán hirdették ki a veszélyhelyzetet. Több mint 970 év feletti polgára van Bátaszéknek. Az önkormányzat döntése értelmében a város ellátja napi élelmiszerekkel és meleg étellel őket, abban az esetben, ha vállalják az önkéntes karantént. Minden kormányzati kommunikációban kitűnik, hogy a 70 év felettiek a legveszélyeztetettebbek a koronavírus járványban. Bátaszéken csatlakozva a meghirdetett akcióhoz úgy döntöttek, hogy a 70 éve felettiek ellátásáról gondoskodik a város vezetése. Abban az esetben tudjuk biztosítani az ellátásukat, amennyiben ők vállalják, hogy 14 napig nem hagyják el az otthonukat. Ha erre úgymond nyilatkozatot tesznek, akkor a város a gondozási központ segítségével megszervezi a mindennapi ellátásukat, ami a bevásárlásról, ebédjüknek a kiszállításáról, a gyógyszerüknek a beszerzéséről szól. A munka elvégzése meghaladja a gondozási központ és a város erejét, így önkénteseket várnak, akik segítséget nyújtanak a bevásárlásban és a kiszállításban. Terveink szerint első alkalommal jövő héten történne kiszállítás, illetve bevásárlási feladatnak az elvégzése. Ennek érdekében jövő hét keddig megadott elérhetőségeken legyenek kedvesek jelentkezni, hogy részt kívánnak venni, és hogy milyen feladatban szeretnék a segítségünket kérni. És ezek a bevásárlásoknak az eredménye, tehát az eljuttatás az a következő napon történik. Ezzel párhuzamosan további segítséget is nyújt a településvezetés minden állampolgárának. Olyan döntés született még szintén a veszélyhelyzettel kapcsolatban, hogy május 31-ig a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban egy határidő meghosszabbításra kerül sor, ami azt jelenti, hogy pótlékmentesen lesz lehetőség ennek az adónemnek a befizetésére, tehát késedelmi pótlékot semmiképpen erre az időszakra nem fogunk felszámolni senkinek, hogyha május 31-ig megtörténik a befizetés. A Bátaszéki Hivatal hétfőtől zárva tart a szükséges ügyeket, a dolgozók otthonról intézik. Tolna megye több kis településén olyan óvintézkedéseket határoztak meg, melyek jelentősen lassítják az esélyét annak, hogy elkapják a lakók a fertőzést. Medinán a családok fiatalabb hozzátartozóit kérték meg, vásároljanak be szüleiknek, nagyszüleiknek. Kétyen használt számítógépek megvásárlására pályáztak nemrég, ezzel segítve az otthonról tanuló diákokat, akik nehéz helyzetben vannak. Ma páros zöldség lesz, sült csirke combbal és vajas burgonyával. Fő a krumpli és párolják a zöldséget a zombai konyhán. Eddig 450 főre főztek, az iskolák bezárása után már csak 130-150 főre készítenek napi szinten ebédet. A konyha vezetője azt mondta, hogy a legtöbb szülő otthon megoldja az étkezést, ezért rendelnek kevesebben. A konyhán egy felnőtt részére 800 forint körüli összegért rendelhető napi egy meleg ebéd. Ezt ennyiből otthon egy család nehezen tudja megoldani. Ott jártunkkor is többen telefonáltak és rendeltek másnapra ebédet. Zomba mellett Felső Nánára és Kétyre is szállítanak több idősnek ebédet. A településen a központi intézkedésekkel azonosokat hoztak, mondta Szűcs Sándor, Zomba polgármestere, így lassítva a koronavírus terjedését. Az óvoda, ami viszont önkormányzati fenntartás alatt van, itt nem zártuk be az óvodát, hiszen kis csoportos foglalkozás van, amit tulajdonképpen engedélyezett itt a központi rendszer is, ezt tartjuk. De a szülők nagy része döntött az otthonmaradás mellett, így az 50-nél is több óvodás helyett csupán 10 jelentek meg, míg Felső Nánán csupán egy gyerek jelent meg az óvodában, akit ezután szülei haza is vittek. A buszmegállóknál, az orvosi rendelőknél és még számos látogatott helyen ki vannak függesztve a legfontosabb információk Kétyen, hogy a helyi lakosokat tájékoztassák a jelenlegi helyzetről, és hogy a koronavírus terjedését lassítsák. A polgármester szerint már a központi intézkedések előtt tettek helyi szinten lépéseket. Az első óvintézkedés részemről az az volt, hogy amikor a velencei karneváról hazajött egy lakónk, aki mindjárt karanténba is vonult, akkor mi készfertőtlenítőket szereltünk föl, ilyen adagolós pumpásokat az óvodába, illetve az orvosi rendelőbe. Mindezek az óvintézkedések az idősebb korosztály védelmét is szolgálják.
A polgármester szerint így is nehéz az idősebb korosztályon megértetni, hogy az otthon maradás lényeges. Kétyen továbbá használt számítógépek megvásárlására pályáztak nemrég. Mivel időn belül leadták a pályázatokat, a polgármester szerint akár egy-két héten belül tudnak is segíteni a tanulásban ezekkel a számítógépekkel a gyerekeknek, akiknek erre nincs otthon lehetőségük. Üres játszóterek, az utcán kevés ember sétál, az üzletekbe és gyógyszertárakba is korlátozott létszámba lehet bemenni. Medinán is az idősek otthonmaradását célzó intézkedéseket hoztak. Ilyen például, hogy a fiatalabb hozzátartozókat kérik meg, vásároljanak be szüleiknek, nagyszüleiknek. Nekünk az orvosi rendelőnk egyben gyógyszertár is, és Erika, aki a doktor úr asszisztense, ő folyamatosan itt van a munkaidejében, így ő hívható telefonon is, és le lehet adni a gyógyszerrendeléseket, amit akár mi is ki tudunk juttatni önkormányzati segítséggel, vagy esetleg hozzátartozó rokon el tud jönni érte, és ki tudja váltani az időseknek a gyógyszert. Tolna megye kisebb településeinek vezetői mind arra törekednek, hogy néhány egyszerű higiéniás szabály betartásával és a megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen lassítsák az esélyét annak, hogy elkapják a lakók a fertőzést. Hatalmas gondot okoz a vírus terjedése a legkisebb vállalkozásoknak. Vannak, akik minden eddigi bevételüktől elestek. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a cégeknek pedig muszáj lenne megtartaniuk a munkaerőt, még akkor is, ha most nehézségeket okoz a koronavírus. Akkor az ilyen 5-6 millió forint volt, akkor fólia is, 1,5-2 millió fűtés, a lámpák. Közel 10 millió forintot fektetett vállalkozásába Bárdos Viktor az elmúlt időszakban. A férfi bátaszéken termeszt csilipaprikákat, amiből szószokat főz, ezeket árulja. A koronavírus miatt most azt mondja, a csőd szélére került. Gyakorlatilag teljesen nulláról redukálta az eladást ez a vírus. Úgy az éttermek, viszont eladók mindenben van zárva. A nagykerek is nem vesznek át árut, úgyhogy gyakorlatilag a nagyon kiváló eladásról teljesen nullára redukáltuk az eladást. Egyik pillanatról a másikra fog megváltozni a helyzet a gazdaságban. Miközben eddig kevés volt a munkaerő, most arra kell számítani, hogy a vállalkozások elbocsátanak embereket. Ezt mondja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Itt a munkaerő megtartása szerintem nagyon fontos, mind az államnak, mind a dolgozóknak, mind a munkáltatóknak. A szakértő szerint a gazdaságot nagyon súlyosan fogja érinteni a koronavírus, hiszen nagyon sok embernek fog elveszni a munkahelye. Ez nem csak a turizmus és a vendéglátás területén lesz majd érezhető, hanem a kiszolgálást biztosító termelésben is. Ha most elküldünk embereket, akkor úgy járunk, mint 2008-ban, hogy kimennek dolgozni nyugatra, és azóta se tudtuk őket visszahozni. Ennek elkerülése érdekében közösen kell vállalni a terheket az államnak és a munkaadóknak és a munkavállalóknak, mondja a kamara elnöke. Elmaradnak a szentmisék és az istentiszteletek Szekszárdon. A koronavírus miatti intézkedések következtében sem a római katolikus, sem a református, sem az evangélikus felekezet nem tartja meg szentmiséit, istentiszteleteit. Helyettük más megoldást nyújtanak azoknak, akik hitüket szeretnék gyakorolni. Bár a múlt hétvégén még tartottak szentmisét a bélatéri katolikus templomban, a koronavírus miatt bevezetett intézkedések az egyházakat is elérték. A hétvégétől nem tartanak szentmisét a római katolikus templomban, mondta Petkó Tamás plébános, aki szerint ez az intézkedés rossz hatással van az egyházi életre. Szerintem rosszabb hatással van, mint ugye az eddig meghozott intézkedések az egyházi életre. Biztos lesznek ennek jó gyümölcse is. Ahogy az áldozásnál is volt, aki már sírva mondta, hogy nem veheti a nyelvére az oltári szentséget, ez nagyon meghatározta az ő szentségi életét. Tehát vannak ilyen nagyon fájdalmas pontok, ez most azt hiszem az egyik legfájdalmasabb. A szekszárdi református gyülekezet sem tart istentiszteleteket a koronavírus elterjedésének megelőzése miatt. A gyülekezet lelkésze azt mondja, a személyes találkozások helyett az interneten élőben fogják közvetíteni az istentiszteleteket. Gyülekezetünknek honlapja ugyan nincs, de van egy közösségi oldala, amelyiken a hirdetéseket is rendszeresen megjelenítjük. Az ige hirdetésre mi lelkészek úgy is készülünk, az igei táplálékot igyekszünk megadni a gyülekezeti tagjainknak. Egyrészt ezeken az online felületeken lesz elérhető, aki pedig nem járatos ezeken, ki is tudjuk nyomtatni az ige hirdetés
vázlatait vagy magukat az igehirdetés szövegét. Az evangélikus gyülekezet tagjai sem járhatnak istentiszteletre, helyette ők is online hittanórákkal, felolvasásokkal gyakorolhatják hitüket. Sefcsik Zoltán lelkész szerint ez azért is fontos, mert a gyülekezet tagjai óvják egymás egészségét. Az idős gyülekezeti tagok egészségének megőrzése érdekében a fiatalabbak segítik idősebb társaikat. A gyülekezetben lévő időseknek ne kelljen kimozdulni, közös bevásárlás, már egy bevásárlást igyekszünk szervezni, házhoz szállítani élelmeket ott, ahol esetleg ez nehezen megoldható. Ha pedig adódik intézni való döntési helyzet, vagy más adminisztrációs kötelezettség, az egyrészt én, másrészt a presbitérium kör e-mailben tudjuk rendezni. A koronavírus terjedésének megállítása érdekében mindhárom szekszárdi felekezet vezetője arra kéri híveit, hogy csak akkor mozduljanak ki, mikor nagyon szükséges, valamint figyeljenek az egyházi közösségek idős tagjaira. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Koronavírus. A házi orvos is azt kéri az idősektől, hogy maradjanak otthon. Nyitva maradt Pécs éléskamrája, amíg lehet. Óvintézkedésekkel védik a vásárcsarnokba lépőket. Karanténszállót alakítanak ki Pécset, elindult a hotel kampánya a világhálón. Korlátozták az ügyfélforgalmat a pécsi polgármesteri hivatal irodáiban is hétfőtől, csak megadott számú embert fogadnak, a közvetlen találkozást pedig igyekeznek elkerülni. Vannak olyan esetek, amiknél ez nem megoldható, ilyen például a házasságkötést, ahol a szolgáltatást a minimális előírások szerint végzik a veszélyhelyzet idején. Anyakönyvi kivonatra vár ez a fiatal pár a pécsi polgármesteri hivatalban. Nem mehetnek be az irodába, ablakon keresztül történik az ügyintézés. A férj azt mondja, a személyes ügyintézésben bíznak a legjobban, ezért jöttek el. Hát ő lehetett volna az anyakönyvi kivonatot elintézni neten. Hát csak gondoltunk, hogy bejövünk, hát a posta is esetleg leáll, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy nem jön meg a papír, mert majd az is kell. A családi pótlékhoz kéri a munkáltató minél gyorsabban a most született gyermekük anyakönyvi kivonatát, tudtuk meg az apukától. Gumikesztyűben dolgoznak az irodán, a beadott igazolványból rögzítik az adatokat. Az elkészült okmányt a biztonsági őr viszi ki az ügyfélnek. Csak a személyes megjelenést igénylő ügyekben keressék a hivatalt, ezt kéri Pécs jegyzője is. Ilyen például a házasságkötés. A Kossuth téri hivatali épületben, illetve szintén az önkormányzat tulajdonában álló Boldogságház épületben a párt két tanú előtt az anyakönyvvezető összeadja. De én úgy gondolom, hogy érthető és magyarázatra nem szoruló egészségvédelmi okokból a nagy násznép előtt, a sokadalom előtt adott esetben több száz fő megjelenése melletti esküvőket most nem tartunk. Személyes megjelenés kell még a segélyek igényléséhez például, de az adóügyeket teljesen online is intézhetik az ügyfelek. Lovász István arra kér mindenkit, hogy halasszák későbbre a nem sürgős ügyeket az emberek. Korlátozzák a bejutást, védőtávolságot tartanak, fertőtlenítenek. Többek között ezekkel az óvintézkedésekkel működik a pécsi vásárcsarnok a veszélyhelyzet alatt. Pécs éléskamrája ez a hely, ezért amíg lehet, nyitva akarja hagyni az önkormányzat, mondja az üzemeltető cég vezetője. Azt azonban kérik, hogy ne a 6-tól 9-ig tartó csúcsidőben menjenek a vásárlók, hiszen a nagyobb tömegben könnyebb megbetegedni. Valamint szeretnék, ha az idősek helyett inkább a fiatalabb családtagok intéznék a bevásárlást. Árukkal megrakott pultok, kevés vásárló a pécsi vásárcsarnokban szerda délben. Hangos bemondón figyelmeztetik az embereket, mit kell tenni a koronavírus fertőzés elkerülése érdekében. Most jól egyszeresen nyertek, és használjuk készfertőtlenítőt. Létesítményükre készfertőtlenítő, a nyugati és kerti főbejáratnál talán. Hiába kérték több fórumon is az időseket, hogy maradjanak otthon, még mindig sokan maguk intézik a bevásárlásukat. Dolgozik a lányom is, az unokám is, úgyhogy most azért jöttem, bejöttem, közben megveszem, ami kell. És nem tetszik tartani a járványt? Hát nem mondhatnám. Én nem vagyok, nem. Én szívós vagyok. De most hazamegyek, és nem megyek egész, nem szoktam sehova sem menni. Tehát most el kellett a gyógyszerért, mert nem. Meg akkor közben veszek, amire szükségem van.
A húspultok is tele vannak, pedig a többszörösét vásárolják a járvány előtti mennyiségnek az emberek. Eleinte úgy szeleteket vettek, 4 szelet, 5 szelet, 6 szelet, de most már kilókat. Most már több kilót vesznek egyszerre. Hát igen, igen, letárolják, ja, lefagyasszák az emberek. A vásárcsarnok Pécs éléskamrája, mondja a vagyonhasznosító vezetője. Ezért akarják nyitva tartani, amíg lehet, de a járványügyi helyzetben szükséges óvintézkedésekkel még a legnagyobb forgalomban is élni fognak. A vásárcsarnoknak több éves tapasztalata alapján a csúcs időszaka a reggel 6 óra és a 9 óra. A bejutást a közterületi egyetemes kollégákkal segítenek nekünk itt reggel rendezni, hogy a vásárcsarnokon kívül a megfelelő távolság, ez a 2 méteres távolság az egyes bejutni szándékozók között meglegyen. A vásártér területén pedig a kollégáim a biztonsági szolgálattal intézik ugyanezt, hogy meglegyen a távolság a kollégák, a vásárlók közt. Óránként fertőtlenítik a kilincseket, egyszerre 100 embert engednek be a Bajcsi-Zsirinszki utca felől. Valamint hangos bemondón kérik azt is, hogy a vásárlás után rögtön hagyják el a csarnokot a buszpályaudvar felőli kijáraton. A vezérigazgató azt mondja, szeretnék, ha az idősek helyett inkább a fiatal családtagok vásárolnának be, így csökkentve a 60 év felettiek megbetegedési esélyét. Az idősekre való odafigyelés most a megszokottnál is fontosabb. A házi orvosok is arra kérik az idősebbeket, hogy maradjanak otthon, így is csökkenthető a koronavírus veszélye. A közösségi oldalakon már néhány hete megkezdte a tájékoztatást a koronavírusról és a védekezés lehetőségeiről dr. Veres Zsolt. Mint a balatonfenyvesi házi orvos elmondta, szórólapokon is tájékoztatta a pacienseit. Nyomatékosan felkérek mindenkit, minden idős embert, hogy maradjon otthon. Mint ismeretes, a patikában a gyógyszereket a hozzátartozók kiválthatják, e-receptet írunk, telefonon megrendelt gyógyszereket is felírjuk. Ez könnyebbség az időseknek? Ez könnyebbség. De a legfontosabb, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy az idősek védelme, az gyakorlatilag a fiatal hozzátartozókon múlik. Tehát aki most úgy érzi, hogy még egészséges, de meglátogatja nagyszüleit, szüleit, az ne tegye. A házi orvos azt javasolja, hogy azok keressék fel a rendelőt, akiknek olyan akut tünetük van, ami nem lázas betegség és halaszthatatlan, nagyon erős fájdalmakkal járnak. Minden más esetben telefonon keressék a doktorokat. Karanténszállóvá válhat a Pécsi Korzó Hotel. A tulajdonos Penc Mihály a veszélyhelyzet idejére úgy döntött, hogy a 81 szobás szállodában az új koronavírus járvány szempontjából legveszélyeztetettebb korosztálynak, azaz az időseknek hotelszolgáltatásként speciális elhelyezést és ellátást biztosít. Az internetes kampányt szerdán kezdték meg. Az utolsó szálló vendég is elhagyta a Korzó Hotelt, tudtuk meg Penc Mihálytól. A Németországban élő tulajdonos, mint mondja, 2 lehetőség közül választhat. Vagy bezár és a hotelben dolgozó 40 embert kényszerszabadságra küldi, vagy kitalál valamit, amivel nem csak dolgozóit, hanem az időseket is segíti. Penc Mihályt telefonon értük el, hiszen úton volt Németország felé. Már az első körbe végig gondoltuk, hogy megszervezzünk orvosi segítséget, adott esetben koronavírus tesztet, de jelenleg azt látjuk, annyira le van terhelve az állami egészségügy, hogy semmiféle orvosi és labor szabad kapacitást a piacon nem találok. A tulajdonos ezért döntött úgy, hogy inkább azon időseknek segít, akik biztonságban szeretnék átvészelni a nehéz időszakot, és meg is tudják fizetni ezt. A védőeszközöket Németországból küldi majd a tulajdonos. Már egy kórházi étkezési vezetővel, aki családtagok, kaptuk tanácsot, hogy hogy kell ezt a konyhába elkészíteni, lezárni, egyszer használatos edényekbe felvinni a szoba elé, ott lerakjuk, és a vendég kijön, bevisszítettem, és találkozik neki a pincére, ha valaki akar. Természetesen nem egy zárt karantén, tehát ha valaki akar, akkor kijöhet. Az internetes kampányt szerdán kezdte meg Penc Mihály. A speciális ajánlatban a reggeli és a vacsora egyaránt 1500-1500 forint, a 3 fogásos ebéd pedig 2000 forint lenne. A napi szállás 7000 forint fejenként. Az ismerősi körből pozitív visszajelzést kapott már a Korzó Hotel tulajdonosa.
A települések online felületeiken is igyekeznek tájékoztatni a lakosokat a veszélyhelyzetben életbe lépett helyi változásokról. Balatonszemesen hangos bemondó járta az utcákat, hogy így is informálja az ott élőket. Tisztelt szülők! A kormány és a fenntartók döntése értelmében március 16-ától hétfőtől bizonytalan ideig zárva tart iskolánk, óvodánk és bölcsödénk is. A részletekkel kapcsolatban kérem, keressék az intézmények vezetőit telefonon, megértésüket köszönjük. Ezzel az információval járt a hétvégén az utcákat a szemesi jármű. Így is igyekeztek tájékoztatni a lakosokat a változásokról. Ez az autó Balatonszemesen és Öszödön járja végig az utakat. Körülbelül egy olyan 60 kilométer közút tartozik a két településhez, és ezeket az utakat járjuk be. Olyan 2-2,5 óra egy hirdetési kör. Az internet és a telefon mellett a hangos bemondó is hasznos tájékoztatási csatorna Balatonszemesen és Balatonöszödön. Úgy veszük észre, hogy célhoz ér, mert a tájékoztatás után az interneten is, tehát a közösségi médiákban beszédtéma volt a maga a hangos bemondós autó, és így biztos, hogy van értelme. Naponta többször járt az autó a két településen, hogy elvigye az információt azokhoz is, akik nem rendelkeznek internettel, és nem tudnak a világhálóról értesülni a veszélyhelyzetben született helyi változásokról. Végül mutatjuk újra röviden Tolnamegye legfontosabb híreit. Működik a városi önkéntes program Szekszárdon, már megjelentek az első csalók is. Csalók használják ki a félelmet, fertőtlenítő takarítást ígérnek, majd kifosztják az áldozataikat. Önkéntesek kerestetnek, az idősek ellátásáról gondoskodnak Bátaszéken. Védik a lakóikat, sorra hozzák meg rendkívüli döntéseiket a kis települések. Pénteken is alapvetően derült, illetve napos, kissé fátyol és gomoly felhős, csapadékmentes, szélcsendes, eseménytelen, kellemes tavaszi időjárás várható. Éjszaka annyi változás történik az időjárásban, hogy növekedni kezd a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!